Jó estét kívánok, kedves nézők! Ez már itt a háttér. Több mint egy milliárd forint uniós támogatást nyert Jászkarajenő. Ebből a szennyvízhálózatot és a szennyvíztisztítót építik meg. A beruházás végén a település minden háztartását bekötik majd a hálózatba. Erről sajtótájékoztatón számolt be a térségországgyűlési képviselője és a település polgármestere. Jászkarajenő. Jászkarajenő község önkormányzata konzorciumban Törszent Miklós Vási önkormányzatával, valamint a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel egy hármas konzorciumot alkotva, Jászkar önkormányzata ebben a projektben 1,1 ,1 milliárd 231 millió 885 ezer forint támogatást kap, a pontosan intézem, hogy honnan, a környezet és energiahatékonysági operatív program keretében nyert pályázatot Jász Jászkara önkormányzata, Ez uniós forrást jelent gyakorlatilag, Európai Uniós forrást. Trőszer Miklós város önkormányzata 1 milliárd 781 millió forint támogatást kap ebből a fent nevezett operatív programból. Ezt én kulcsfontosságonak tartom Jászkar életében, nyilván majd polgármester úr el fogja mondani önöknek, hogy mit jelent ez Jászkar életében, de azt meg kell mondjam, hogy, hogy a Jászkar életében az a legnagyobb beruházás, a legnagyobb összegű pénz, amit kap kormánytámogatásként, illetve pályázati pénzt, és hát bízom benne, hogy a felhasználás is megfelelőképpen fog megtörténni. Egyébként azt el kell mondanom még kedves mindannyiuknak, hogy, hogy ugye a térségbe az utóbbi hetekben, hónapokban elég sok forrás érkezett és érkezik. Jelesül, ha csak említem még a december hónapot, amikor a, a sportcsarnok cegléd, vagy a nemzeti emlékhelynek a kialakításához több mint 550 millió forint, nyilván önök erről már Hallottak és van róla információjuk, de tájékoztattuk már önöket a majdnem 800 millió forintos épületenergetikai felújításról, és folyamatban van még épületenergetikában több településnek az elbírálása. Remények szerint ők is hozzájuthatnak megfelelő forrásokhoz. Illetve ez friss hír, hogy reményeink szerint a versenyképes középmagyarországi operatív program, Ban is születnek döntések április folyamán, és ott is, akár belterület utak kérdésében, akár egyéb más területen ö, lesz eredmény, és akkor az önkormányzatok megfelelően megkapják majd ezt a határozatot. Tehát van jön a pénz azért, ha nem is olyan mértékben, mint ahogy más ö, régiókban, hiszen más régiókban, mi a központi régióban vagyunk, ugye, és nyilván kevesebb forráshoz jutunk, főleg uniós forráshoz. Ezt a Vekop, ezt kompenzálja bizonyos mértékig, hiszen ez a kormány támogatása a megyének a 80 milliárd és abból kapunk bizonyos összeget, a mi térségünk is, reményeink szerint, a pályázatok alapján. Úgyhogy én bízom benne, hogy még további pénzeszközt tudunk hozni a térségbe, hiszen további lobby tevékenységet folytatok, folytatunk parlamentben, kormánynál, kerékpárotak kérdésében, illetve útfelújítások fejlesztések kérdésében, és bízom benne, hogy azok is meghallgatásra találnak, és megfelelő módon tudjuk ezeket a projekteket is majd behúzni. Nagyon régóta várja a településünk, mondhatom azt, hogy minden lakója ezt a beruházást, hiszen ennek a ö, jelentősége ö, nagyon sokrétű. Egyrészt, ami ö, nem csak nekünk, most élőknek, hanem akár unokáinknak is fontos dolog, hogy a szennyvízcsatorna hálózat létrehozásával, szennyvíztisztító telepnek a megvalósításával a környezetvédelmünk az megoldódik, mert hiszen az, hogy az évtizedek óta a szikasztó rendszerű szennyvíz elvezetések történtek, tehát ez gyakorlatilag, ezt tudjuk nagyon jól, hogy a talajvizeinknek a szennyezését jelenti, és azt hiszem, hogy unokáinknak így tudjuk megőrizni és átadni a földjeinket, az ivóvízünket, tehát nagyon-nagyon nagy jelentőséget tulajdonítok én ennek környezetvédelmi szempontból de nem csak környezetvédelmi szempont van, hanem természetesen egy másik olyan fontos dolog is van, hogy ma már egy beruházást megvalósítani. Az, hogy, hogy vállalkozókat akár kisebbet, akár nagyobbat, de még a mikrovállalkozások is, hogy a településen vállalkozást indítsanak, ahhoz már a minimális infrastruktúrális feltétel az, hogy a szennyvizét el tudja helyezni. És azra ma már szakhatóságilag sem, engedélyt sem kapnak, hogyha ez nem megoldott. Gyakorlatilag a szikasztás az tilos, az elszállítás pedig költségeket tekintve olyan horribilis összeg, hogy ez nem megvalósítható egy vállalkozás életében. Tehát a jövőnk fejlődése szempontjából gazdaságilag is ez egy óriási léptékű dolog. Ahogy említettem is, hogy eddig még soha nem volt ekkora beruházás, mint amilyen a következő években várható lesz és ennek következtében ez a számunkra mindenkinek. Aki vállalkozó, annak azért, aki pedig a lakosság részéről a ö, település életében ö, részt vesz, annak pedig azért nagyon fontos, hogy gyakorlatilag tényleg ö, meg tudjon valósulni mindenütt a szennyvíz elvezetés ö, normális 21. századi, 21. századbéli módon. Ahogy országgyűlési képviselőnk is említette, nagyon fontos dolog, hogy a támogatást az gyakorlatilag megnyertük az uniós forrásból, és az önrészt, az pedig az államunk saját hazai forrásból teszi mellé a pályázathoz, ez a lakosság részére a másik nagyon-nagyon fontos dolog, hiszen így csak a bekötési költségek lesznek a saját költségei. És ezen alkalmat szeretném is megragadni, mert nagyon fontos, és nagyon sok segítséget tett ebben Földi László országgyűlési képviselőnk, hogy a hazai forrást meg tudjuk szerezni. Köszönöm szépen, képviselő úra a segítséget! Tehát ezek alapján nagy valószínűséggel 2018-ban el tud indulni a beruházás, és hogyha minden annak a menetrend szerint halad, ahogy ami azt szeretnénk, akkor meg is valósul 2020 körül a beruházásunk. A polgármester úr is említette, ugye, hogy ez a település életében mit jelent vállalkozások, egyebek, környezetvédelem, stb. Azt hiszem, még egy, még egy, ilyen, egy, még egy ezt meg lehetne toldani, hogy talán a csatorna beruházás elkészültével a település lakosság megtartó képessége erősödik. Ezt is fontosnak tartom, hogy, a, hogy nem menjenek az emberek innen, hanem hogyha iskoláikat elvégezték, ide jöjjenek, hogy innen járjanak munkába, és itt tovább, és itt tovább. Polgármester is említette, igaz nem ilyen kifejezésekkel élve, de ugye általában a csatorna beruházások bizonyos érdekeltségi hozzájárulásokkal mennek. Ugye magyarul ez azt jelenti, hogy ingatlanunként fizetnek bizonyos érdekeltségi hozzájárulást. Na most azért tettem lépéseket, és reményeim szerint ö, pozitív lépéseket, hogy, ez az, hogy, az, hogy érdekeltségi hozzájárulást kormány döntéssel kiváltsuk magyarul, hogy a település teljes egészében megkapja az összberuházás költségét. Reményeim szerint ez sikeres lesz ez a fajta lobby tevékenység, úgymond a kormány irányába, és akkor gyakorlatilag Jászkarjanő község önkormányzat, vagy Jászkarjanő lakosok érdekeltség hozjáros nélkül is igénybe vették a csatornaszolgáltatást. Bízunk benne, hogy ez meg fog valósulni tájékoztatjuk már kedves sajtómunkatársakat, munkatársakat, ha a kormánytöntés erről megszületik.